Számos jelzést kaptam abban a tekintetben. Ígéretügyi miniszternek nevezte Kósa Lajost az MSZP frakció vezető helyettese. Varga László azt mondta, 3 éve indult a Modern Városok program, a fejlesztésekből viszont nem sok mindent láttak megvalósulni. Hozzátette azt is, hogy olyan beruházások létrehozását is megígérték, amelyek ettől függetlenül is megvalósultak volna. Kósa Lajost, aki a Fidesz frakció vezetője volt 2 éven át, 2017 őszén nevezték ki miniszterré. Október 2-ai hatállyal a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztereként folytatta pályáját. Ő felügyeli azt a 3400 milliárd forintos fejlesztési programot, amely még 2015-ben indult, fókuszban a vidéki városok fejlődésével. Az említett összeg még emelkedni fog, nyilatkozta korábban Kósa. Ennek oka az építőipari munkaerő és alapanyag hiány. Varga László, a Magyar Szocialista Párt frakció vezető helyettese a vendégem. Jó reggelt kívánok, köszönöm, reggelt, hogy velünk kezdi a ma reggeljét. Hát megmondom őszintén, nekem megcsinálta a napomat ez a bizonyos disznó szakmai gurú kifejezés. Hát mi a probléma álljuk önöknek azzal, hogy gyakorlatilag valaki beszáll egy sikerágazatba és még sikeresebbé teszi? Nyilván arról a hírről beszélünk, ami néhány napja látott napvilágot, magyarán, hogy Kósa Lajos édesanyja vásárolt egy olyan céget, egy alacsony áron, amely nem sokkal később kapott egy 100 millió fölötti 123 milliós állami támogatást. Hát az a probléma ezzel nyilvánvalóan, hogy felveti a komoly visszaélés gyanúját, hiszen egy politikus közvetlen hozzátartozója néhány nap múlva ilyen hatalmas állami támogatást kap, vásárol adott esetben alacsony áron egy olyan céget, amely sokkal többet ér, és egészen pontosan egy olyan ágazatban teszi mindezt, amelybe a kormány nagyon nagy pénzeket tesz. Tehát nagyon komoly visszaélés gyanú van ebben az esetben. Ön nem érzi visszásnak azt, hogy akkor, amikor például baloldali kormány van Magyarországon, akkor folyamatosan halljuk Simon Gábor, Humval György, Hagyó Miklós nevét. Amikor a Fidesz van kormányon, akkor folyamatosan az itteni visszaélés gyanús helyzeteket, miközben a választópolgár csak kapkodja a fejét és kiábrándul a politikai elitből, akár egyik vagy másik oldalról is. Természetesen egyedi visszaélés gyanús vagy korrupció gyanús esetek mindig lehetnek. Az elmúlt 30 évben is voltak minden kormány alatt. Az a kérdés azonban, hogy mi történik ezekben az esetekben. A korábban 2015 ezekben az egyedi esetekben természetesen eljárások indultak, és hát lefolytatódtak ezek az eljárások, lett végük ezeknek az eljárásoknak. Ma azt látjuk, hogy Polt Péter legfőbb ügyész a Fidesz környéki korrupciós ügyeket leginkább eltusolni igyekszik. Nincs remény arra, hogy ezek az ügyek megfelelően kivizsgálásra kerülnek. Többek között ezért kell kormányváltás, és ezért kell majd új legfőbb ügyész is, hogy azok a visszaélések, amik történtek ebben a 8 évben, azok megfelelően kivizsgálásra kerülnek. Csak egy rövid reflexió, hogyha már erről beszéltünk, tesznek-e feljelentést, utána néznek-e az ügynek, önök fordulnak-e például rendőrséghez ügyis? Természetesen, ebben, hogy mondjam, hogy Gurmai Zita a területen a jelöltünk, tehát Kósa Lajos ellen őt indítjuk Debrecenben, és ő már nagyon komoly lépéseket tett ebben az ügyben, több sajtótájékoztatót is tartott, úgyhogy ebben az ügyben is megtesszük a jogi lépéseket. Nézzük a másik témát, ígéretügyi miniszternek nevezték, ugye Kósa Lajos, miért? Hát azért nézem, mert 3 évvel indult egy program ugye Modern Városok néven, és azt látjuk, hogy tavaly őszig gyakorlatilag a megígért összegeknek a 23 megyei jogú város számára csak a 10%-át, mintegy 10%-át folyósították. A megyei jogú városban élők a propaganda alapján úgy gondolhatják akár, hogy jelentős fejlesztések történtek, illetve nem sokára történnek az adott településen. Én azt tudom önnek mondani, Miskolc országgyűlési képviselőként, hiszen egyéni körzetben választottak meg 14-ben Miskolcon, hogy hát a nyomát sem látjuk azoknak az ígéreteknek, amit megtett a kormány. De ez egy nagyon egyszerű dolog, hogyha megígérnek egy kórházat, előbb-utóbb az ember észreveszi, hogy nincs kórház. Ha megígérnek egy autópályát, az előbb-utóbb észreveszik, hogy nincs, tehát ezt az ember önmaga is leszűri. Bár kórházat ígértek volna, mert egyébként a Diósgyőri kórháza például ráférne a fejlesztés. Tökéletes egyébként stadiont kaptak, tessék, ott a Diósgyőri labdarúgó stadion. Egyébként azt tudom mondani, hogy már szinte a legkisebb települések csapatainak is stadion épül, emlékezhetünk itt a Felcsúti stadionra, amire több milliárdot költött. De akkor most egy gyors kérdés. Igen. Ön miskolci. Miskolcon mindenki Diósgyőr fán. Ezt én magam is tudom, laktam Miskolcon, feleségem kosárlabdázott ott. Ön például örül a Diósgyőri foci stadionnak? Vagy azt mondaná, hogy nem kellene? Én azt gondolom, hogy ha valahol egy szurkolótábor megérdemel egy stadiont, az Diósgyőr. Tehát azt gondolom, hogy sokan ez a stadion, mondják ezt más városokban is. Igen, ez a stadion, ez sokszor lesz tele, de azt látom, hogy ilyen nagyságrendű pénzt elköltenénk magyar stadionokra,
más felesleges stadionokra, mert azt látom, hogy más településeken konganak az ürességtől adott esetben a stadionok, ez felelőtlenség. Például az egészségügyben sokkal jobb helye lenne ennek a pénznek, de egyébként Diózsőrben ez egy fenntartható létesítmény is lehet, és van rá valós társadalmi igény. Tehát ez egy olyan beruházás, amire szükség van. Önöknél szükség van a stadionra, máshol nem, mert hogy önöknél van nagy szurkolótábor, hát máshol kell. Ilyen dolog, igen. Jó, akkor nézzük a konkrétumokat. Hogyha azt mondják, hogy 22. században készülnek majd el bizonyos beruházások, minek kellett volna már elkészülnie? Mi az, amire azt mondja, hogy becsapás volt, hiszen megígérték, de nincs? Nézd, említett, hogy Miskolcon is él, tehát ismerősek lesznek adott esetben a helyszínek. Az egyik ígéret például arról szólt, hogy az M30-as autópálya az megépül az országhatári Kassa irányába. Most ebből másfél kilométer készült el úgy, ahogy 18-ra megígérték ezt a beruházást, talán 2022-re meg lesz. Megjegyzem, hogy ez egy olyan ígéret, ami egyébként is teljesülne, hiszen egy nemzetközi szerződés alapján a Via Carpatia egyezmény részeként vállalta Magyarország, hogy ezt amúgy is megépíti. Tehát ez egy olyan ígéret a miskolciaknak, ami egyébként is lenne. Egyébként ott van a tapolcai fürdőfejlesztés, amiben nem történt semmi az elmúlt 3 évben. De 2010 előtt elindult a diózsőri vár fejlesztés, nagyon komoly forrásokat sikerült még 2010 előtt. Most voltam ott, gyönyörű. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos beruházás, és jelentősen növelt a turisztikai vonzerejét. Tele volt turistával, amikor ott voltam. Országos szinten mi az, amit a legjobban hiányol? Így van, csak hogy még röviden zárjam a diózsőri vár kérdését. Tehát 2010 előtt megítélt forrásokból készült el ez a fejlesztés, amit látott, és semmi nem történt még a Modern Városok program keretében megígért további fejlesztések kapcsán. Ez is egy hibatett csúszik a beruházás, és számos ilyet tudnék mondani egyéb településeken. A csúszás az önmagában, tehát hogyha én most az M6-os autópályát mondom, amelyiket aztán tényleg megígérték, én nem is tudom, hogy mióta, annál nagyobb csúszás nem is tudom, hogy volt, és az nem a Fidesz kormány alatt épült. Ez konkrét megállapodást, amit aláírtak az egyes településvezetők, a polgármesterek és a miniszterelnök, a Miskolcinak a bejelentésén ott is voltam, én magam is, tehát félretés ne essék, én nagyon bíztam ezekben a fejlesztésekben, még mindig bízom, csak aggódok a csúszások miatt. Félek attól, hogy ez egy kormánypropaganda tulajdonképpen, és átverik a megyei jogú városban élőket. Mire számított, vagy melyikek számították a 22. századi átadásra? Nézze, ez persze természetesen egy ilyen pikírt megjegyzés tehát volt. Tehát ez egy politikai PR volt, tehát nincs olyan, amit kiszámoltak, hogyha ilyen ütemben épül akkor. Sajnos aggódni lehet azt, amit Kósa Lajos mondott november 3-án először, hogy hát itt a keret nem megfelelő, nem elég, sokkal több pénzre van szükség. Ezt lehet úgy is értelmezni, folyamatosan és rugalmasan elszakadnak egyes beruházásoktól, amelyek nem fognak megvalósulni. Már szeptemberben is voltak olyan kormányhatározatok, amik egyes beruházásokat visszavontak. Tehát visszautasítjuk azt, hogy kihátráljanak ezek meg az ígéretek mögül, tartsák be, amit ígértek a városban lakóknak. Végezetül, hogyha megtörténik a kormányváltás az önök reménye szerint, és lesz kormányváltás, és önök kerülnek mondjuk hatalomra, akkor például a Modern Városok programját megtartják? Én magam is nagyon figyelek erre a területre az MSZP programján belül. Újra kell tárgyalni ezeket a programokat az ott élők érdekében és velük egyeztetve ezekről a programokról. Természetesen ezeket a programokat meg kell valósítani, ha az ott élők érdekeit szolgálják. Egyébként azt tudom mondani, hogy a nagy része ilyen ezeknek a terveknek, hiszen sok minden alulról jött, tehát a város vezetések és a városok kezdeményezésére, ugyanakkor meg kell őket valósítani. Tehát nem szabad átverni az embereket, mint egy 2 millió ember él megyei jogú városokban, ezeknek az embereknek szüksége van ezekre a fejlesztésekre, és ráadásul nagyon nagy részük egyébként is jár nekik, hiszen az Európai Uniós források lakosságszám arányosan ezt indokolják. Végezetül, hogy jól értettem-e, hogy egy hírt is gyártsunk ma reggelre, jól értettem azt, hogy az önök pártja feljelentést vagy eljárást kezdeményez Kósa Lajos édesanyjának sertéstelepe ügyében? Megnézzük, hogy pontosan a jogi háttér ebben micsoda, pontosan mi az ügy, és természetesen jogi lépéseket teszünk, hogyha erre szükség van. De azt tudom önnek mondani, hogy szkeptikus vagyok ebben az ügyben, mert természetesen Polt Péter a legfőbb ügyész, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ilyen ügyeket kivizsgálják, végső soron kormányváltásra van szükség, ezért fogunk dolgozni a következő hónapokban. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk kezdtem a reggeljét. Én is köszönöm.